Arról kívánunk benneteket, önöket tájékoztatni, hogy az a demonstráció, amit tervezünk, és amit ma a Honvéd utcába, Matolcsi féle, az ámokfutásról elhíresült minisztérium elé tervezünk, az miről is szól. Többek között arról, hogy végre pontot kell tenni az elmúlt másfél év gazdaságilag elhibályozott politikája mellé és mögé. Be kell mutatni, hogy másfél éve milyen volt, ahhoz képest az emberek hogyan és milyen módon élnek rosszul, mi történt. Csak néhány adalékot, hogy érdemes visszaidézni, hogy az akkori még ellenzéki képviselők milyen hangzatos ígéretet tettek a tekintetbe, hogy minden szép lesz, minden jó lesz, minden legnagyobb rendben lesz, budapestiek és az ország lakói mindennel nagyon meg lesznek elégedve. Ez volt az ígéret, ennél többet nem is ismerhettünk meg a választás hevében. Néhány hangzatos, ám nem kifejtett ígéretet azért mégiscsak bemutatnék. 2009. december 21-én Pokorni Zoltán, a 12. kerületi polgármester és főoktatás politikai ideológus, fővárosi képviselő, országgyűlési képviselő, az Inforádióban azt jelentette ki, hogy 30%-kal több fog jutni az oktatásra, 30%. Tehát nem kevesebb, hanem több. Egy hét múlva, december 30-án Pesti Imre, a párt egészségpolitikusa, megfejelte ezt az ígéretet 200 milliárddal, 200 milliárdot az egészségügybe címmel. Orbán Viktor pedig 2010. február 9-én a TV2-nek adott interjújában több orvost, több ápolónőt és az egészségügyben dolgozóknak fizetésemelést ígért. Hát mi lett ebből? Másfél év után világosan látszik, hogy a fizetésemelésből a kórházak államosítása jön, a kórházak államosításából következik a kormány előterjesztés, mint bizonyíték, hogy kórházakat fognak bezárni, és épületeket, üres kórház épületeket pedig értékesíteni. Az előterjesztések, a törvények nem egyértelműek a tekintetben, hogy mi van az államosítás után. Mitől lesz jobb az egészségügyi ellátás, mint jelen pillanatban? Ma az önkormányzatok erejüket megfeszítve többet fordítanak az egészségügyre, mint amit az államtól kapnak. Az intézmények saját bevételeivel, a fejlesztési forrásokkal több energiát fektetnek abba, mint amit a kormány fog. Ennek bizonyítéka a 2012. évi benyújtott költségvetés, de a 2011-es is már megvalósultként, hogy 100 milliárdos nagyságrendben vonnak ki forrásokat az egészségügyből, és 100 milliárdos nagyságrendben vonnak ki forrásokat az oktatásból. Csak egy fővárosi oktatási példa, hogy miért lesz rosszabb a budapestieknek, ha állami kézbe kerülnek az iskolák. Jelen pillanatban a főváros állami normatívát mintegy 17 milliárd forintot kap az oktatáshoz. Ehhez képest a fővárosi önkormányzat még ebben a rossz évben is 22,5 milliárd forintot fordított az állami normatíván felül, tehát jóval többet, mint amit az állam adott hozzá. Ha csak az állami normatívát vesszük, akkor egyszerű matematikai szabály szerint radikálisan legalább felére fog csökkenni az oktatás színvonala, akár a bérek, akár a különböző technikai segédletek, és összességében azok a problémák, amire majd Tóbiás József országgyűlési képviselő barátom is ki fog térni, hogy már milyen napi konkrét katasztrófákkal nem fenyeget, hanem van jelen a mindennapjainkban a kormányzati hibák sorozatából az élet. Egyrészt az eredmény látszik, és az is látszik, hogy az az 1000 milliárdos csomag, amit érdemes lefordítani magyarra. Mert Matolcsi 1000 milliárdról beszél, a valóságban sajnos ennél több lesz, hozzáadva az idejévit, de 1000 milliárd forint, az 10 millió magyar állampolgárral számolva 100 ezer forint fejenként. Ez azt jelenti, hogy minden egyes családban, a csecsemőtől a legidősebbekig fejenként 100 ezer forinttal fog rosszabbul élni mindenki. Ez egy négytagú család, két gyermekes családnál 400 ezer forintos életminőségromlást fog jelenteni. Adóemelésbe, áfaemelésbe és a szolgáltatások minőségének a romlásába. És hogy mit kapunk ezért cserébe? Fideszes pártitkárokat, akik a kormányhivatalok élén ülve majd közvetítik a kormány akaratát, elérhetetlenek lesznek az egyszerű polgár számára, a mindennapi problémájukban nem tudnak hozzájuk fordulni, megoldás nem lesz. Éppen ezért
Mi azt kérjük, hogy fejezzék be az ország káoszba süllyesztését, fejezzék be az álmokfutást, és ha nem tudnak érvényes a mai problémákra választ adó gazdaságpolitikát folytatni, akkor pedig az a javaslatunk, hogy mondjanak le, és vagy állítsanak ehhez értő szakértőt, aki még akár a tankönyvet is ismeri, már a közgazdasági tankönyvre is gondolok, vagy pedig, ha ez nem lehetséges, akkor dobják be a törőközőt, mert még mindig tisztességesebb. Ezért mi arra szólítjuk fel a kormányt, hogy ne az önkormányzatok lenyúlásával és a vagyonának a felélésével, vagyonfeléléssel akarják a költségvetési lyukat befoltozni, álljon meg a menet. Ma 6 órakor ezért várunk mindenkit, aki nem szeretné saját zsebéből fizetni a Matolcsi féle álmokfutást. Éppen ezért várunk mindenkit 6-kor a Honvéd utcába a Matolcsi féle minisztérium előtt, és az a kérésünk, hogy ismerjük a mondást, az okos ember a saját hibájából tanul, az ostoba még abból se. Már okos emberként nem tudnak viselkedni, de akkor legalább az ostoba ember példájából, saját hibájukból okulva változtassanak az eddigi gyakorlaton, és nézzék a számok mögött az embert. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmúlt egy héttel ezelőtt világossá vált, hogy a kormány halálra ítélte Pest megyét, ez ma már az egész ország megyerendszerére igaz. Egy törvénytelen, nem politikai, hanem egy valós megállapodást kötöttek, amely jelen pillanatban a hatályos alkotmánynak, az államháztartási törvénynek és az önkormányzati törvénynek is szembe megy. De hogy ne csak arról beszéljünk, hogy politikailag milyen felelőtlenség volt mindaz, hogy úgy viselkednek, mint kufárok egymás között, hogy csereberélnek, anélkül, hogy jó gazda módjára megkérdeznék azokat, akik benne élnek. Abban a megyében, hogy ők hogyan gondolkodnak azokról az ellátásokról, amelyeket joggal várnak el az államtól, vagy akár a megye vezetésétől. Iskolákról, egészségügyi intézményekről, szociális otthonokról beszélek. Pest megye 1,4 millió lakója joggal érzi azt ma, hogy őt kizsákmányolták. Látható volt az elmúlt hónapokban, hogy mi lesz az a következmény, ami most éppen utólag a parlamentben próbálnak egy törvénytelen megállapodást visszamenőleg hatályossá és törvényessé tenni, hiszen a megyénkben gyermekek, nevelőszülők nem kapták meg jogos járandóságukat, nem tudták elkezdeni az iskolai tanévet, nem kapták meg a tankönyvtámogatást, és a legfontosabb, hogy elkezdődött a téli szezon, és ma közel 20 olyan oktatási intézménye van a megyének, és további 20 olyan közintézménye van, ahol nincs fűtés. Gondolják végig, mit jelent az ma a 21. században, ahol mindennél fontosabb a szabadsággal azonos értékű a szociális biztonság. Ebben a helyzetben diákok 8 fokban ülnek és próbálnak a jövő generációja lenni. Esélytelenek a közép-magyarországi régióban, amely egy fejlett régiónak számít. Világos az is, hogy ezen gyermekek, ezen diákok, ezen nevelőszülők és a szociális ellátórendszer nem fontos a kormányzat számára. Sokkal fontosabb, hogy egy 180 milliárdos megyei önkormányzati rendszer adósságállományával szemben egy közel 1000 milliárdos ingatlan és ingó vagyonhoz jusson az állam. Pest megyében egy oktatási intézményben elképzelhetetlen, hogy annak ne valamilyen állami szintű tulajdonosa vagy fenntartója legyen. Azt gondolom, hogy ez természetes állapot, hiszen nem magánalapítványokról, nem magániskolákról beszélünk. El tudják önök képzelni, hogy ma jelen pillanatban 4 olyan iskola, mondanám pontosan a településeket, Nagykáta, Vác, Cegléd, Aszód, ahol állami tulajdonból, állami felügyeletből vagyonkezelői, vállalkozói körbe kerül, tehát magyarán értékesíthető. Csak joggal kérdezem meg ma a kormánytól, hogy kik lesznek azok, akik ezeken az ingatlanokon meglévő épületeket majd valamilyen módon megvásárolják. Mert ha valami forgalomképes, akkor azt el lehet adni. Ha valami a köztulajdona, azt nem lehet értékesíteni, mert az közcélokra van, oktatásra, egészségügyi feladatokra van megteremtve. Ezért tehát törvényszerű, hogy nem tehetünk mást, mint mindazokért, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, és joggal várják, félelmeikkel telve,
hogy ez a típusú államosítás, ez valójában az ő egzisztenciáját sérti-e, lesz-e munkahelye 2012. januárjától, fog-e ő tudni dolgozni, fog-e a gyermekekkel tudni foglalkozni. Mert az, ami ma történik, az az államosítás az egyben létszámleépítéssel és intézmények megszüntetésével fog járni. Nem tehetünk mást, úgymond morális kötelességem a mindenkinek, hogy felemelje a szavát, hogy elég volt. Elég volt ebből. Elég volt az érintettek megkérdezése nélkül dönteni az ő fejük fölött. Elég volt abból, hogy emberek zárt körben, törvényi felhatalmazás nélkül úgy döntenek, mert azt gondolják, hogy minden eszközük megvan arra, hogy majd törvényessé tegyék. Hát ha az a demokrácia, tudják, hogy két farkas és egy bárány beszélget, és kétharmaddal döntenek arról, hogy mi legyen a vacsora, akkor ezzel szemben egy másik magyar közmondást tudok mondani, hogy tudják, sok lud disznót győz, elő vagy utóbb. Ez az indulása mai napon 18 órakor a Honvéd utcában nem magunkért, nem a mi politikánkért, hanem azokért az emberekért, akik a feje fölül elvitték a döntés lehetőségét.